Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfáradt ma a Teleki Vattai Kastélyban, hogy együtt megcsodálhassuk Csomor Ildikó Csild festményeit, és az alkotót is szeretettel köszöntöm meg a családját. A zenét Kis Lacinak köszönjük meg, ő egy másik Kis Laci, mint kiderül. De most már akik járnak hozzánk, azok tudják, hogy ő szokott általában nekünk zenélni. És most szeretném felkérni Siklódi Csillát, aki önkormányzati képviselő és a Kulturális Bizottság vezetője, hogy nyissa meg a kiállítást. Én pedig, mint régi ismeretség, barátság miatt is ismerem Ildinek képeit, de én nem vagyok művészettörténész. Hát itt rögtön azzal kell kezdenem, hogy ahogy a meghívón is szerepel, régész vagyok, de senki ne jegyjen meg, nem fogom elmondani Ildi művészetének gyökereit az őskortól napjainkig, a szikla festészettől egészen a kortárs művészetig, mert hiszen nem vagyok művészettörténész, én felhasználó vagyok, én fogyasztó vagyok, és ahogy ezt egy nagyon ironikus és éles elméjű 19. századi angol író G.B. Shaw írta, amikor egyszer megnyitott, vagy kritikát írt az egyik festmények kiállításról, festőknek a műveiről, és hát éles hangú kritika volt, és akkor mondták neki, de hát hogy írhat ilyet, hát nem is tud festeni, és akkor így kritizálja. És akkor azt mondta, hogy miért, hát tojást se tudok tojni, mégis tudom, hogy a rántotta jó vagy nem jó. Na hát én is ilyen felhasználóként szeretnék most egy néhány szóval bevezetőt adni a kiállításhoz. De meg kell mondanom, hogy a rántottában könnyebb egyetérteni, mint a művészetben, mert hiszen a művészet nagyon személyes dolog, és az, hogy ki hogy fogadja, az is nagyon személyes. Nem fogok egyetlen olyan szót sem mondani, hogy szép a kép, vagy ezeket a kategóriákat, ezeket meghagyom a hozzám jobban értőknek, és inkább azt választom, amit szerintem mindannyian magunkban szoktuk, amikor művészeti produktumokkal kerülünk kapcsolatba, akkor valamilyen hatást vált ki bennünk. De nem biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, csak az érzéseket tudjuk. Ahogy például, amikor azt mondjuk, hogy szép, akkor mindenki másra gondol, mindenkinek más a szép. És van ennek egy nagyon konkrét meghatározás, hogy mi a szép. És amikor ezt elmondjuk, a Wikipédiából felolvassa valaki, senki nem arra gondol, hanem kialakul a fejében valami, hogy mi is az, ami nekem tetszik. Mert hogy ez ebben benne van az, hogy ki hogy reagál az ingerekre, megérinti-e valami, az nagyon függ attól, hogy ő előtte milyen élményeken ment keresztül. És ahogy az alkotó is, a kornak a kulturális, társadalmi, gazdasági környezetén belül alkot, tehát ő magán, a saját személyiségén átszűri ezeket a külső élményeket, és megpróbálja valamilyen módon elmondani a véleményét arról, amiben ő él. A szépség is olyan, mint a természet, mert hogyha a természetnek is van definíciója, de mindenki mást gondol, mindenki máshol érzi jól magát. Ez egy hegyek közé megyünk nyaralni, vagy a tengerpartra, erdőt szeretünk, vagy a virágos mezőt, kertben érezzük jobban magunkat, vagy a vad természetben. Na hát én most akkor ilyen dilemma előtt állok, hogy a szépről és a természetről kellene beszélni, mert hiszen Ildikó képeinek
98%-a az a természetről szól. És én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Nagyon jellemző rá, és nagyon jellemző a korunkra. Mert hiszen tudjuk, hogy a művészet az mindig olyan, mint a lakmuszpapír. A művészek jobban rezonálnak azokra a talán nem is annyira nyilvánvaló dolgokra, amik a hétköznapjainkat meghatározzák, és az ő válaszaikból, abból nekünk fel kellene figyelni bizonyos dolgokra. És az az érdekes, hogy idén például a kortárs művészet legnagyobb kiállítása vására, az Londonban minden évben októberben tartják a Frieze kortárs művészeti kiállítást és vásárt. Idén már 20. éve rendezték meg. Hát és itt a kortárs művészetnek a legvadabbtól a legklasszikusabbig mindenféle van. Londonban 167 galéria vett részt ebben, és annyi helyen állítottak ki. És az egyik legmeghatározóbb résztvevő a Young British Artist csoportnak az egyik vezetője, aki a legavangárdabb vagy legelvontabb művészeti alkotásokkal lepte meg a közönséget. Ilyeneket állított ki, mint orvosi műszerek egy vitrínben, vagy amit most egy akár érdekes téma is lehet, vagy az egyik ilyen formaldehidben áztatott taxidermia, fogalmam sincs, hogy ez micsoda, ebből is látszik, hogy nem vagyok művészettörténész. Idén viszont a 12 nagy képet festett, virágos kertről, napsütésről, pipacsokról, a titkos kert virágai, ez volt a sorozatnak a címe, és abszolút az egész vonalvezetés arról szólt, hogy a harmónia, a természet, a napsütés, a boldogság keresése. És ez az, amit, hogyha az ember Ildikó képeire ránéz, akkor ugyanezt érzi. Vagy én azt éreztem, amikor megnéztem a képeket, mint amikor a nagymamámnál voltam, és csendéletek voltak a falon, meg tájképek, és ugyanaz az érzés fogott el. És talán mindenki számára ismerős, hogy a nagymamám kakaója, hogy az milyen érzéseket hoz elő az emberből. És ezek a képek is ugyanúgy, mint a nagymamám kakaója, vagy a nagyapám füstös illata, ugyanazokat az érzéseket. És ez a család, a biztonság, az emlékek, a gyerekkor, ezek, amik az én számomra válaszok ezekre a képekre. És azért azt nem mehetünk el amellett, hogy Ildikó ugye, ő pszichiátrián dolgozik, és felnőttként kezdett el festeni, és ezt ő is elmondta, beszélgettünk erről sokat, hogy számára ez a feltöltés, a feltöltekezés, a megtisztulás, az örömforrás tényleg az, amiről itt szó volt, mert hiszen szükség van, ilyen helyzetben szükség van, aki a társadalom lelki problémáival foglalkozik nap-nap után, annak szüksége van valamire, amivel ezt ellenpontozza, ellensúlyozhatja. És ez látszik a képein, hogy és mi az, ami számára a feltöltekezést jelenti, a természet, a természetben való lét, arra való koncentrálás, arra való fókuszálás, és ezt
adja át a képein keresztül a nézőknek is. De azt is meg lehet figyelni, hogy ő nem egyszerűen fest egy szép képet, hanem kísérletezik, játszik a színekkel, nagyon erős színekkel, ahogy a lelki élmények nagyon erősen hatnak az ő hétköznapjaiban. Ő a színekkel is nagyon erősen, nagyon, nagyon hangsúlyosan, nagyon szokatlanul használva a színeket festi a képeit. És nagyon érdekes megnézni, hogy ezek mennyire kiegészítik egymást, hogy ezek az erős, azt is mondhatnám, vadszínek egymás mellett egyszer csak egy harmóniába olvadnak össze. Hát ez az, ami az emberek számára megteremti azt a lenyugvást, azt a gondolati választ, amit egy kép nézése során az emberek egy része az érez, más része meg elmegy, vagy megnézi a címet, és azt mondja, hogy ja, ez az, jól van. Itt nincsenek címek. Itt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit érez, hogy mik azok, amire ő gondol. Mert gondolni kell valamire, vagy érezni kell valamit. Én azt hiszem, hogy itt, hogyha bemegyünk a képtárba, a galériába, és megnézzük ezeket a képeket, mindenki valamilyen érzéssel fog eljönni, és én azt javaslom, hogy miután itt a szóban megnyitjuk a kiállítást, akkor még egy kicsit ott a képek között is beszéljünk néhány mondatot, akár Ildit kérdezve, akár mindenki elmondhatja a véleményét, hogy látja, mint látja. És köszönöm szépen a képeknek a bemutatását. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most bocsánat, ezt elvenném tőled. És akkor megkérném az Ildikót, elég, ha csak így fogod. Köszönöm szépen. Ő is mondja. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek a kiállításomra. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ez egy fantasztikus érzés, hogy megcsinálhattam ezt a kiállítást, hogy dolgozhattam. Köszönöm a Lilának, és köszönöm neked is, Csilla. És ez a másfél-két hónap, hogy készülöttem, olyan élményeket hozott ki belőlem, szó szerint terápia. Úgyhogy gyertek, nézzétek meg a képeket, és mondjatok véleményt, vagy nem mondjatok véleményt, vagy kritizáljatok. És utána megkérlek, hogy fogyasszatok. Köszönöm szépen. Thank you.
érdekes megfigyelni, ahol ott az ablakban látható foltokra, színes foltokra, de mindenki érzi, hogy itt ugyanarról van szó. Ugyanazt festi meg, csak már a munkáira, és talán, hogyha ha az ember megnézi például az napanyarról készített képet, ripossága és piros. És az, hogy amikor párba van állítva, akkor is a sárga, amikor az ég, sárga, hasonló.